Üdvözöllek! Továbbiakban olyan függvényeket fogunk vizsgálni, amelyek egy véges dimenziós térről képez a valós számok halmazába. Szokás az ilyeneket skalár számértékű függvényeknek is nevezni. A függvény grafikonját ugye úgy szokás definiálni, hogy tekintjük mindazon XY párokat, az omega kereszt R halmazon, Fx egyenlő Y. Most, ha adott egy C valós szám, akkor definiáljuk a következő halmazt. Mindazon x-ek az omegából, amikre az fx egyenlő c. Ez abban az esetben, amikor a c egyenlő 0, akkor ismerős lehet. Ebben az esetben az fx egyenlő 0 egyenletet kapjuk, és ezeknek a megoldásait lehet ábrázolni. Lehet, hogy nincs megoldás, lehet, hogy egy üres halmaz. Legváltozatosabb is lehet ez a halmaz. Ezeket a halmazokat úgy hívjuk, hogy az F függvénynek a C-hez tartozó szint felülete. Vagy hát ebben a speciális esetben, amikor R2-ről képez R-be, akkor ez általában valamilyen vonal, egy görbe, és akkor ezeket szint vonalaknak, szint görbéknek nevezzük. Nézzünk példákat. Tekintsük a következő F függvényt. Itt x-vel és étával jelöljük a szokásos xy helyett a koordinátákat. Legyen a xi éta helyen a függvény, az a xi négyzet meg éta négyzet. Ha ezt ábrázoljuk, akkor egy úgynevezett forgási paraboloidot kapunk. C egyenlő nullára kapunk egyetlen pontot, ez az origó lesz. Ha például a C mínusz 2, akkor ez egy üres halmaz, ez a négyzetösszeg nem lehet negatív. Mit kapunk akkor, amikor mondjuk a C egyenlő 1? Akkor a xi négyzet meg éta négyzet egyenlő 1 egyenletet, tehát egy origó középpontú, egységsugarú körvonalat kapunk. Kettőre gyökkettő sugarú körvonalat. Szint görbéket, szint vonalakat kapunk, tehát a forgási paraboloid esetén. Nézzünk most egy másik példát. Legyen az f xi éta, ez nem az összeg, hanem a különbség. Ha ezt ábrázoljuk, akkor egy ilyen felületet kapunk, ami úgy emlékeztet talán egy nyereg felületre. Nézzük meg, hogy ha az c mínusz 1, akkor mit kapunk? Akkor azt kapjuk, hogy ez a négyzet különbség mínusz 1, vagy ha megszorozzuk mínusz 1-jel, akkor azt kapjuk, hogy éta négyzet mínusz xi négyzet egyenlő 1. Ha ezt ábrázoljuk, akkor ez egy hiperbola két ága. Ha a c nulla, akkor azt jelenti, hogy ez a különbség nulla, akkor azt kapjuk, hogy a xi az egyenlő plusz mínusz éta. Tehát ebben az esetben ezt az egyenes párt kapjuk, amelyik, tehát itt az origóban merőlegesek egymásra. Ha azt mondjuk, hogy C legyen egyenlő 1, akkor megint csak egy hiperbolát kapunk, itt van a két ága, és akkor ezt így még lehet folytatni. Ilyen szépen simuló görbét kapunk.